Sziasztok, remélem jól vagytok, december vége van, kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek. A mai napon a borotva késemmel fogok gyakorolni. A pamacs, amit fogok használni, az a Yaki szintetikus pamacs lesz. És az Edwin Jagger Premium borotva krémből fogok habot keverni. Ezt egy barátom adta kölcsön, nagyon szép, megköszönöm neki. Megvizezem az arcomat kicsit. Ez egy szintetikus pamacs, úgyhogy használható, nem kell 10-20 perceket áztatni. Belemártam egy kis vízbe. Na, most nyomok egy kis krémet az arcra. Na, és hajrá! Jó nagy pamacs ez, szerintem ilyen hatalmas pamacsom meg nem is volt. Másik szintetikus pamacsom az a Plisoft pamacs. Ez ahhoz képest lényegesen gerincesebb és tömöttebb. Ezek a pamacsok AliExpressen vannak fenn. Én is onnan rendeltem, egy 2-3 hét alatt jött meg kávé. Mint minden szinti, ez is nagyon kellemes habot kever. De valahogy nekem ezek a szintetikus pamacsok kicsit feelingre olyan műanyagok, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam. Jó, tehát feszíteni kell a bőrt. Egy pár évvel ezelőtt vettem ezt a kést. Egyszer vagy kétszer használtam. És utána betartam a fiókba. Most pedig így úgy voltam, hogy újra előveszem. Boha nagyon jól megélezte. Kinek ezt ezúttal is köszönöm. Arra próbálok nagyon odafigyelni, hogy ugye, ha itt tartjuk ezt a kést, akkor belevágunk az arcunkba, de hogyha így haladunk lefele, akkor elég jól végzi a dolgát, és tehát arra kell figyelni, hogy ennek a teteje minél közelebb legyen az archoz. Egész jó kis hangja van. Gondolom egy 200 évvel ezelőtt, amikor még csak ilyen fajta borotvák voltak, akkor a világ az úgy nézett ki, hogy az apa a fia kezébe adott egy ilyen kést, és azt mondta neki, hogy fiam, hát hajrá! Ezeknek a késeknek a fenése is egy külön tudomány, én őszintén szóval nem is annyira értek ehhez. De valószínűleg
Úgy gondolom, hogy azért 200 évvel ezelőtt nem használtak érezéshez japán köveket például. Aki ki szeretné próbálni ezt a késes buratálkozást, és nem akar vészesen sok pénzt költeni, az a gold dollár borotvákat meg tudja nézni eBay-ről. Nekem ilyen nem még sose volt, de azt mondják, hogy ha egy normális él van rajtuk, akkor teljesen jól működnek, teljesen használhatóak. Sikerült túlélni a első kört. Így vágások nélkül. Hát, megpróbálunk csinálni még egy kört ez a borotvával. Én egész jó vizsgázik egyébként, valószínűleg ezt az állat nem éri meg. Az összetevők között van aloe vera is, és még viasz is. A méhviasz az egy különösen kedvező összetevő a bőrnek. Ezeknek a késeknek számomra a nagy előnyük és a nagy hátrányuk az az, hogy nagyon széles ugye a pengéjük, tehát mondjuk itt van egy DL borotva, tehát kétszer akkora. Ami egyik oldalon nagyon jó, mert ugye tehát a fél arcot egyszerre így megoldja. Másik oldalról viszont, ahol ilyen, ahol trükkösebb így manőverezni, ott azért ezt nekem szokni kell. Ez nem az a fajta eszköz, amit az ember így reggel van 5 perce, és akkor hajrá, a sévet sem arra lett kitalálva. Tehát ezekre rá kell szenni az időt, ami nem gond, mert most végül is, hát miért ne szenne rá az ember? Lehetne ezt még tökéletesíteni, de szerintem én most itt megállok, elvégre ez csak egy gyakorlás.
Zárásként pedig témsót fogok használni. Alányom így víz alá. Ez összehúzza a pólusokat. Használat után ezt szárazra kell törölni. És a használat után az arcunkra le szoktam mosni. A témsózásnál a nyakamat egy kicsit éreztem, ott lehet, hogy egy kicsit a kelleténél jobban rányomtam. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek, sziasztok!